amikor meglátok egy ilyen, mindig azt képzelem, hogy igazából egy nagy szappantart. Élettel telt meg vasárnap délután a béketér. A színpadi produkciók sorát a Kabócabáb Színház előadása nyitotta. A legkisebbeket különféle játékok várták, az anyukák pedig a tökéletes keltésztasütés rejtelmeivel ismerkedhettek meg Madarász Ildikó standjánál, aki elmondta, a titok nyitja, hogy a sütésnek mindig derűsen kell hozzálátni, és legalább ilyen fontos, hogy megfelelő alapanyagokkal dolgozzunk. Vaj az vaj! A tej az nem 1%-os, hanem minimum 3-8-as, a tojás csak sárgája, illetve a jó kidolgozás. Aztán utána minden megy a maga útján. A népi játékok mellett a gyerekek az ólomkatona öntést is kipróbálhatták. Kovács Géza, amatőr ólomkatona öntő elárulta, hogy az ólomkatonák nem csak a gyerekek számára érdekesek, hanem a felnőttek körében is népszerűek. Vannak olyan körök, ahol az ólomkatonát még mindig gyűjtik, vagy éppen játszanak vele stratégiai játékokat, itt, amiket látnak, lehet látni egy kicsi 28 mm-es figurákat, azokkal például nagyobb csatákat játszanak le hozzáértő személyek. A rendezvénnyel kapcsolatban Molnár Tamás, a városrész önkormányzati képviselője úgy fogalmazott, hogy a Salétrom utcában és a béketéren a családi programok az elmúlt években már hagyománnyá váltak. Olyan családi napot szervezünk, ami a kicsiktől a legidősebbekig ad szórakozási lehetőséget egy ilyen délután, és tudunk kicsit találkozni, beszélgetni, kikapcsolódni így a hétköznapok mókuskerekéből. A mai napon is bábelőadással, keltészta bemutatóval a háziasszonyoknak, ólomkatonaöntéssel a fiúknak, és különböző ilyen népi játékokkal a mindenkinek, hiszen én az előbb éppen csúzlisztam, felejtve a saját gyermekkori élményeimet, tehát tényleg a kicsiktől a legidősebbik mindenkinek lehetősége van ma, hogy szórakozzon egy picit. Molnár Tamás hozzátette, hogy a programok sikerére való tekintettel a jövőben is számíthatunk hasonló rendezvényekre a városrészben.